Sziasztok! Köszöntelek benneteket az Erdélyi Hang legújabb videójában. Bár a múltkori videóban azt mondtam, hogy nem egy újabb fesztiválra fogok jelentkezni. Ez felében igaz is, hiszen a Mera World Music Fesztiválon vagyok, ami semmiképpen se mondható egy hétköznapi fesztiválnak. Nagyon formabontó, nagyon családias, nagyon kicsi és nagyon hangulatos. És hát kiugrottam ide, hogy egy kicsit megtapasztaljam, hogy milyen ez a fesztivál. 2020 előtt már jártam itt 2 vagy 3 alkalommal, úgyhogy mondhatni valamennyire járatos vagyok, de mindig tud valami újdonsággal kecsegtetni, még egy ilyen kis fesztivál is, úgyhogy vágjunk bele, és nézzük meg, hogy miért érdemes eljönni Kolozsvárról Mérára, és miért érdemes inkább ezt a fesztivált választani, mint mondjuk az Antoldot. Bátran ki lehet jelenteni, hogy a fesztivál egyik nagy vonzereje az ebben a chill zone-ban van, illetve hát az egész fesztivál gyakorlatilag kicsit ilyen chill köré tömörül, hiszen itt a hátam mögött ugye nagyon szép zöld kert fogadja gyakorlatilag az ide látogatókat, nagyon jó zene, de ez egy olyan fesztivál, ahol ugye nem csak ropni lehet, persze este van a táncházak, meg vannak lehetőségek koncerten is ropni, meg táncolni, de nagyon fontos az is, hogy az emberek tudnak találkozni, beszélgetni, meg tudják osztani a gondolataikat, illetve gyakorlatilag ez egy ilyen, mint minden fesztivál, de hogy ez különösképpen egy ilyen találkozási hub lehet, és itt most kiváltképp azokra gondolok, akik mondjuk kisgyereket szülők, hiszen ez nem egy olyan fesztivál, ahol összetapossák egymást az emberek, úgyhogy ide gyerekekkel is nagyon könnyen el lehet látogatni, és nagyon gyerekbarát fesztivál. Ráadásul a környezeti dolgok is adottak, egészen jó hűvös levegő van itt, úgyhogy ha Kolozsvárról az ember úgy dönt, hogy ki settenkedik, vagy ki mászik ide Mérára, ami ráadásul nagyon könnyű, hiszen van vonatjárat, van buszjárat, illetve autóval is lehet jönni, akkor én biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni. Szóval találtam két lányt, aki már nem először van itt a Mera World Music Festival, és az lenne a kérdésem, lányok, hogy miért választottátok ezt a fesztivált, miért vagytok itt most önkéntesek 2023-ban? Az egyetemi néptánccsoportunkban hallottunk erről a fesztiválról, és ők mondták, hogy mennyire jó, hogy jöjjünk önkéntestek, és végül is ők győztek meg engem. Igen, úgyhogy nagyon jó a közösség, családias hangulat van, a zene nagyon jó, úgyhogy bárkinek ajánljuk, hogy legalább egyszer ezt muszáj kipróbálni. Nem olyan, mint a többi fesztivál, úgyhogy érdemes. És mi akkor mi a különlegessége, ami szerintetek megkülönbözteti a többi fesztiváltól? Én nekem nagyon tetszik ez, hogy mindenféle a családok jöhetnek ide, hogy a barátaiddal jöhetsz, hogy nincs megmondva, hogy egy milyen korosztályban lehetsz, hanem bárkivel, akár a haverokkal, barátokkal, vagy az egész családdal itt lehet. Szerintem ez a nagyon jó benne. Meg hogy kicsi, jó. Igen, szerintem a szűk kör az, ami így hozzáad egy plusz ehhez a fesztiválhoz, megtartották azt a kört, és akkor abban mindenki olyan családias hangulatot azt érzi.
sokan szerintem megfogalmazódik sokakban az, hogy mondjuk a népzenén kívül milyen zenei stílusok vannak itt. Ti a népzene miatt jöttetek, vagy unblock a zenéért, vagy inkább a találkozásokért? Én szerintem inkább a népzene miatt, igen, engem az vonzott, de itt nagyon jó előadókat lehet meghallgatni. Én például nagyon élveztem ezt a koncertet. Hát én úgy unblock a zenéért jöttem, mert amúgy engem több kultúra is érdekel, nem feltétlenül most leragadok a, nem tudom, magyar kultúrát, kíváncsi vagyok többi kultúrára is, meg a közösségért is. Úgyhogy igen, mindkettőjét. Besötétedne, gyorsan elköszönök tőletek. Hát ilyen volt a 2023-as Mera World Music Festival, és hát itt tényleg világzene volt. Egy olyan környezetben, ami egyáltalán nem hétköznapi, de annál inkább barátságosabb és szimpatikusabb mindenki számára. Úgyhogy ha egy olyan fesztiválra szeretnél jönni, ahol találkozni lehet, beszélgetni lehet, jó bor mellett mondjuk jó zenét, vagy egy kicsit formabontóbb zenét hallgatni, akkor mindenképpen gyere el ide. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!